az az ember, akire egy egész föld rész hálával gondol. Létezik ilyen is a történelemben. Ő nem más, mint Simón Bolívar, róla szól a mai napi töri. Mind az apja, mind pedig az édesanyja az arisztokrácia tagjai voltak. Kettejük korkülönbsége igen nagy volt. 1773-ban az esküvőjükkor Juan Vicente 47 éves, míg Mária 15 éves volt. Simónon kívül további 4 gyermekük született. 1786. januárjában, amikor Simón 2 éves volt, apja tuberkulózisban elhunyt. Anyjának, Mária Concepciónak kellett átvenni a családon belül irányító szerepet, a család érdekeit képviselni, feladatát haláláig hatékonyan el is látta. 1792. július 6-án hunyt el az édesanyja. Simón 9 éves volt ekkor. Az anyja végrendeletében meghagyta gyermekeit nagyapjuk felügyelje, azonban a nagyapa a gyermek felügyeletet egy felügyelő helyettesre bízta. Spanyolországban tanult, a fiatal Simón ott is házasodott, de felesége Mária Rodríguez egy év múlva elhunyt. A felvilágosodás és az angol materialista gondolkodók hatására a napóleoni háborúktól lenyűgözve tett esküt, hogy felszabadítja hazáját. 1810-ben Angliába utazott, s bár londoni kormány támogatását nem sikerült megszereznie, rábírta a száműzött Francisco de Mirandát, hogy álljon a függetlenségi harc élére. A következő évben kikiáltották Venezuela függetlenségét, de mivel Miranda gyorsan letette a fegyvert, társai árulónak minősítették és kiadták a spanyoloknak. Bolívar a mai Kolumbia területéről indított csodálatos hadjáratával 1813-ban felszabadította Caracast, ahol a nép diktátori hatalommal és az El Libertador, vagyis a szabadító címmel ruházta fel. A spanyol túlerő és a belső torzsalkodás mégis meghátrálásra kényszerítette, Jamaica szigetére szorult vissza. Politikai gondolkodása itt a brit mintájú alkotmányos köztársaság felé fordultak. Választott alsó és örökletes felsőházzal, egész életre szóló államfői tisztséggel. 1816-ban új sereggel szállt partra Új-Granadában. A hadtörténet legfényesebb lapjaira bekerült hadjárata során 1819. augusztus 7-én döntő vereséget mért Boyacánál a spanyolokra. Győzelmei nyomán született meg a Venezuelából, Kolumbiából, Panamából és Ecuadorból álló a spanyolok által is elismert Nagy Kolumbia, amelynek elnöke és diktátora Bolívar lett. 1823. szeptemberében, miután Perút felszabadító José de San Martín lebontott tisztségéről, bevonult Limába, majd a következő évben tiszteletére Felső Perú felvette a Bolívia nevet. A földrész dimenziókban gondolkodó diktátor álmait kicsinyes társai nem követték. Alvezérei egymás ellen fordultak, az egyes területek pedig egyre nagyobb önállóságot követeltek maguknak. Az 1828-ban összehívott nemzetgyűlés megtagadta Bolívar elnöki hatáskörének növelését. A felszabadító ellen még merényletet is megkíséreltek. Felkelések robbantak ki, Peru lerohanta Ecuadort, az ország ügyeibe Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok is beavatkozott. A recsegő, ropogó Nagy Kolumbia 1830 nyarára szétesett. Megromlott egészsége, politikai kudarca és a polgárháborúk miatt. Bolívar lemondott végül tisztségeiről. Európába készülve 1830. december 17-én végzett vele a tüdővész Santa Martában. Halálos ágyán elrendelte írásainak, levelezéseinek elégetését, de azt a történészek nagy örömére nem teljesítették végül. Pero todos, todos somos hijos de América. A ambos lados de este cauce, Venezuela y la Nueva Granada, no los dejemos separar.